Város Nagyközség önkormányzata nevében szeretettel köszöntök mindenkit, aki mai rendezvényünkön megjelent. Ma hivatalosan, vagy ünnepélyesen inkább átadjuk ezt a juhászati telepet, mely a tanyafejlesztési program keretét is igénybe veszi, de inkább a közmunkaprogramon belül készült el. Mielőtt elkezdenénk ünnepségünket, engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter urat, dr. Dobozi József tábornok urat a belügyminisztérium részéről, Kovács Sándor megyei közgyűlés elnökét, polgármester asszonyokat, polgármester urakat, jegyzőasszonyokat, jegyzőurakat, és minden megjelentet. 2002-ben Kumodoros önkormányzat tulajdonába került ez a volt szovjet katonai repülőtér, ahol jelenleg is vagyunk. Ez a repülőtér, ez körülbelül egy 730 hektáros objektum. Nagyon sok épülettel, földterülettel, lehetőséggel az akkori önkormányzat nem tudott megbirkózni, ezért úgy döntött, hogy értékesíteni fogja ezt a területet. Ez az értékesítés nem sikerült, ezért 2013-ban úgy döntöttek, hogy valamilyen szinten hasznosítani fogják. Ennek segítségünkre volt a Start közmunkaprogram, és a Start közmunkaprogram keretén belül egy juhászat felállításába gondolkozott az önkormányzat. Nem titkoltam azzal a céllal, hogy a juhok segítségével tartsa karba, tegye rendbe a területet. A terület rendbetartása elkezdődött, a program sikeres volt, ezért 2014-ben a választás után úgy döntöttünk, hogy ezt a programot egy kicsit nagyobb sebességre kapcsolva tovább folytatjuk. Az állományunk jelenleg egy 500 darabos, amelynek természetesen további bővítését tervezzük. A kezdeti nehézségek után ugye itt meg kellett keresni a szakembereket, kik lesznek azok, akik ezeket a juhokat gondozzák, tartják. Sikerült régi szakembereket megtalálni, visszavezetni őket a munka világába, és az ő segítségükkel, ígéretükkel juhászbojtárokat, dolgozókat képeznünk itt a telep részére. Ez az új épület, amit az idei évben építettünk itt mellettünk, ő ad otthont az 500 darabos állományunknak, viszont a régi épületekben fogjuk tudni elhelyezni, ugyanis ahogy szaporodik az állomány, ahogy bővül, ugye szaporodni fognak a juhok, nagyobb területre lesz szükségük. Itt mindenki hozzátette a magáét, ezek a praktikus lejárók, itt le lehet gurítani például a szénát, a szalmát, nem kell több embernek birkozni vele. Ezek mind a dolgozók ötletei alapján készültek el. Lehet, hogy nem minden szabványnak felelnek, de praktikusak. Viszont megfelelnek azok a berendezések a szabványnak, trágyatároló, tűzivíztároló, szénatároló, mind-mind olyan módon készült el, hogy ne lehessen beléjük kötni. Kumodoroson, tehát miért is volt szükség azon kívül, hogy szerettük volna a közmunkaprogram részévé tenni a juhtartást. Kumodoroson óriás hagyománya van ugye a juhok tartásának. Ezt ugye azzal is tudom bizonyítani, hogy egy-egy ünnepi alkalommal, amikor birkapörkölt kerül az asztalra, vagy a lakodalmak alkalmával, például egy lakodalom után ugye azt kérdezik meg, hogy na, jó volt-e a birkapörkölt? Nem pedig azt, hogy na, szép volt a mennyasszony. Tehát ugye ez a községünkre jellemző, vagyis a kunságra is. Hát ezért nem engedhetjük meg azt, hogy ne vegyük komolyan, hogy a juhokkal akarunk foglalkozni. A bővítéssel kapcsolatban mindenképpen meg kell említeni, hogy
tanyafejlesztési program keretén belül pályáztunk még őshonos tyúkok tartására. A mögöttem lévő két földszintes épületet fogjuk felújítani, és köszönet érte a Földművelésügyi Minisztériumnak, külön miniszter úrnak, hogy ez a programunk sikeres volt. 10 millió forintot nyertünk 500 darab őshonos tyúk tartására, de ennek nem csak a tartás lesz a lényege, hanem az, hogy az önkormányzat egy úgynevezett mentorálási feladatot is vállalt, és a mentorálás keretén belül a lakosságnak helyezünk majd ki csirkéket, segítünk a felnevelésükben, és ugye a gondozásukban is tanácsokat adunk. Jövőre 200 darabbal szeretnénk még legalább bővíteni az állományt. Ehhez a jövő héten kezdjük meg a tervtárgyalásokat a belügyminisztériummal, tehát jövőre is szeretnénk ugye a közmunkaprogramban részt venni. Jelenleg az idén körülbelül egy olyan 500 főt foglalkoztattunk. Ez az 500 fő, ez óriási segítséget jelentett ugye a községünknek. Nem csak azért, mert munkahelyek teremtődtek, hanem nőtt a közbiztonság, nőtt az emberek biztonságérzete. Azoké, akik dolgozhattak, mert ugye egy kis tervezhető pénzt kaptak a zsebükbe, családjukat jobban, biztonságosabban el tudták látni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, ennyit szerettem volna mondani. És most szeretném felkérni dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter urat, tartsa meg beszédét, megnyitóját. Szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a megjelent önkormányzati és állami vezetőket, és köszöntöm önöket, akik itt dolgoznak, kedves kunmadarasiak, részesei ennek a munkának, ami itt a laktanyában zajlik, és bízom benne, hogy hosszú időn keresztül tudnak akár a startmunkában, akár más mezőgazdasághoz, vagy egyáltalán a munka világához tartozó területen megélhetést találni. Én szeretnék gratulálni ehhez a programhoz, amely része a kunmadarasi startmunkának. Én azt hiszem, nagyon sokat kellett azért dolgozni, hogy a belügyminisztérium a legjobb 50 között ismerje el a startmunkában résztvevők munkáját, a szervezőket, akik a pályázatokat bonyolítják, az önkormányzatét, és legfőképpen azokét, akiknek ténylegesen ott kell helyt állni, akár a juhászatban, akár a mezőgazdaság, vagy a köztelet fenntartása különböző területein. Szerintem ez a startmunka program túllépett már azon, hogy a kritikákkal kelljen foglalkoznunk. Az elmúlt néhány évben bizonyította azt, hogy értékteremtő munkára képes, bizonyította azt, hogy önök is megértik és megbecsülik ezt a programot, és bizonyította azt is, hogy egészen másfajta megélhetést nyújt, mint általában a segélyek, az adományok, az a bizonytalanság, amit a munka világán kívüli élet jelent. Én bízom abban, hogy ezt a programot tudjuk folytatni együtt, és lehet olyan profilokat találni, amelyek tartósan, akár piaci viszonyok között is fent tudnak maradni. Én gratulálok ehhez a jutelepi fejlesztéshez, itt van nálam néhány adat, hogy itt összesen egy 36,7 millió forintos program valósult meg, ebben port, a téli szállás, nyári szállás, takarmánytároló, nyitott szín, pince és más beruházások is belefértek, és az állatállomány is, amely 250 darab anyai és 8 darab tenyészkos volt az induláskor, és hát ennek most már lényegesen, ennél már lényegesen többről tudunk számot adni. Azért is fontos ez, hogy itt éljünk a lehetőséggel, önök éljenek a lehetőséggel, ami a településben rejlik, ami a laktanyában rejlik, hiszen jól tudjuk, hogy itt hosszú éveken keresztül egy ígéretes kezdés követően, hát inkább a tönkremenetel, a kihasználatlanság volt a jellemző, és vállalásom nekem is, a nemzetügyek kormányának, de polgármesternek és az új önkormányzatnak is, hogy Kunmadarast egy fejlődési pályára kell állítani, beruházások, munkahelyek szükségesek. És látszik az, hogy szívós munkával együtt dolgozva azért lehet sikereket elérni, elég, hogyha valaki most megérkezik Kunmadarasra, összehasonlítja mondjuk 2-3 évvel ezelőtti állapotokkal azt, amit lát, hát a községháza, a valamikori városháza felújítása halad, más középületek is megújulnak, a református templomnak is a tetejét már sikerült rendbe tenni, homlokzatfelújítások zajlanak, az egészségháznál is egy olyan munka kezdődött, ami mindenképpen, fejeződött be, ami mindenképpen említése, kiemelése méltó, és vannak a jövőre néző és biztató dolgok, hiszen itt egy feldolgozó üzem a közelben, remélem hamarosan befejeződik, ide pedig egy rendkívül jelentős intézet, egy
büntetés végrehajtási intézet kerül, amely több száz munkahelyet jelent. És ezáltal a laktanya kihasználtsága is értelemszerűen változik, pozitív irányba változik. Ezek a dolgok összefüggenek, kell egy energikus önkormányzat, egy olyan polgármester, Guba László polgármester személyében, azt hiszem, hogy ezt nyugodtan mondhatjuk, aki folyamatosan dolgozik, pályázatokat irányít, beleállt a településvezetői munkába, és eredményeket tud felmutatni. Szívósan, lépésről lépésre tudjuk a települést fejleszteni. És ezt a munkát most kell elvégeznünk, hogyha már kimaradt előtte jó néhány év, akkor nekünk ezt a lemaradást kell pótolnunk, és a legjobb úton vagyunk abban az irányban, hogy ezt megtegyük. Ezért is nagyon fontos a foglalkoztatás, és ebben nyilván nagy szerepet játszik a Start munka. Pintér Sándor belügyminiszter úr üdvözletét szeretném önöknek átadni. A Start munkát folyamatosan értékeli a kormány, a belügyminisztérium is, és az a célunk, hogy minél több ember kapjon lehetőséget, és értékteremtő munkát tudjanak végezni, olyan munkát, amire föl lehet nézni, amit föl lehet mutatni. Ezért is hatos ez az állattartó, tehát mert hát hol vannak erre jobb adottságok, mint itt nálunk, és hol van jobb szakértelem, mint itt a Kunságban, a jószágtartást, az étel elkészítésre természetesen. Úgyhogy én támogatom ezt a munkát, és örülök annak, hogy egy ilyen irányt választottak. Nyilván lehetett volna más profilokat is kitalálni, de szerintem egy olyan dolog, ami mindenképpen hálás és hasznos. És ezért is illeszkedik ahhoz a Tanya programhoz, amit mi meghirdettünk. Tanya fejlesztés címén tudunk a vidéki térségeknek olyan állami pénzeket adni, amelyekből termelő beruházások, mezőgazdasági beruházások is megvalósulhatnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én örömmel olvastam a számokat, hogy milyen jelentősen gyarapodott itt a jólétszám, a jó állomány. Én bízom benne, hogy itt a településen is az egyik meghatározó állattartó telepé tud fejlődni az, aminek most az átadása megtörténik. Annak is örülök, hogy vannak, akik már ideadták bérlegeltetés a jószágot, ez önmagában egy bizalmat fejez ki az önök munkája iránt és az önkormányzat iránt is. Mert azért, ami a vagyona valakinek, pláne hogyha jószágról van szó, azt nagyon megnézzük, hogy kinek a gondjaira bízunk. Tehát én ezt mindenképpen elismerendőnek tartom, külön ki is akartam emelni azért, hogy amikor ennek a rendezvénynek vége lesz és ki hazamegy, akkor vigye el útra valóként azt is, hogy igenis, a jól végzett munkának megvan a becsülete, nyilván van egy anyagi oldala is, de van annak egy erkölcsi oldala is. Vigyázunk erre a Start munkára, amely sokak számára megélhetést nyújt. Ez megint egy olyan lehetőség a magyar vidék számára, amit a Nemzeti Ügyek Kormánya teremtett meg. Azért, hogy a településeink lakhatóak legyenek, azért, hogy legyen munkája azoknak, akiknek máshol nem sikerült állást találni, és olyan plusz szakértelemre tegyünk szert, amit akár otthon, akár más foglalkoztatónál kamatoztatni tudunk. Mert ez mind érték. A munkakultúrája, a szaktudás, az, hogy egymással együtt tudjunk dolgozni, mind-mind olyan érték, ami nélkül sem önök nem lehetnek sikeresek, sem Kunmadaras nem lehet eredményes település, és Magyarország sem virágozhat fel. Én ezen gondolatok jegyébe köszönöm meg a meghívást, hogy itt lehetek, gratulálok a beruházáshoz, és kívánok további jó munkát mindenkinek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen miniszter úr elismerő szavait, és felkérném miniszter urat, hogy a szalag átvágásával nyissa meg a telepet, és szeretném még Dobozi tábornok urat is megkérni, hogy ő is segítkezzen a szalag átvágásában. Nem akarom nagyon megnyílni.
felteszik a talicskába, és akkor... A talicskába vagy székre. De egyébként Kazasztánba is. Előbb tudom rájönni. A foga az eltér egy kicsit, de egyébként... Azért, ha látunk a bírbablokat, akkor a fejet kihozták kicsit más a bejomásba, a többit el már nem. Kommandáson a repülőtéren a startmunkaprogram keretében juhonályt alakítottak ki, és több száz fő is már az állomány. Erről beszélgetünk dr. Fazekas Sándor fölmérési miniszter úrral. Gondolta volna, hogy itt elmúlt hónapokban ekkora fejlesztés valósulhat meg? Nagyon örülök annak, hogy ez a jutelep ez ilyen szépen megépült, és sok jószág is van. Hát itt már annyira sok próbálkozás volt vágyálmokkal, hogy igazán örül az ember annak, hogyha megvalósítható elképzelések jönnek létre, és aztán láthatjuk azt, hogy munkahelyek, jutartás, ez szerintem egy külön érték, hogy van egy ilyen telep. És az új önkormányzat, Guba László polgármester úr az élen olyan programokat fogalmaz meg, amelyek reálisak, végigvihetőek. A startmunka keretében 36 millió forintot pályáztak és nyertek, és így folyamatosan tudják növelni az itteni jó állományt. Tehát itt ezen a területen 1000 birka is talál legelőtt. Azokat a részeket lehet erre hasznosítani a laktanyából, amelyek itt a régi épületek között meghúzódnak, utak mellett, árok, partok, ilyen gyepesebb részek, és így értéket lehet teremteni. Ez fontos a startmunkában dolgozóknak is, de fontos a magyar államnak, illetve a magyar társadalomnak is, hogy értelmes munkáért kapják a bért azok, akik itt dolgoznak, illetve olyan szaktudásra is szerteztek, amit később akár otthon, akár más munkáltatónál is föl tudnak használni. És ez a telep egyébként önfeltartó tud lenni, hiszen itt, ha jól odafigyelnek, már pedig én úgy látom, hogy nagyon szép állomány van, akkor akár a szaporulata is komoly bevételt jelenthet az önkormányzatnak. Kunmadaras egyébként nagyon sikeres a startmunkában, 500-an dolgoznak, jelenleg egy teljesen más életminőséget jelent ez, mint korábban, bevételt is jelent, a közbiztonság is javult, és az első 50 legeredményesebb startmunkát lebonyolító település közé kerültek a belügyminisztérium értékelésében. Itt az előbb hallható polgármester úrtól nem állnak meg, hiszen már újabb pályázatuk volt sikeres, folytatni fogják a telepben épesítését. A Fölnősügyi Minisztériumnak is van egy úgynevezett tanyaprogramja, annak a keretén belül ilyen baromfi telepet, őshonos baromfi telepet tudnak megvalósítani. 10 millió forint az a támogatást, amit erre a célra kapott az önkormányzat, és itt még van hely a laktanyában, volt laktanyában. Hozzátéve az, hogy ide fog kerülni az a börtön is, amelyet nem régiben ítélt meg a kormány, mint fejlesztés Kunmadaras részére. Ez egy 1000 férőhelyes büntetés végrehajtási intézet. Becsülhetően 400 új munkahelyet jelent a térségben, és hát ahol börtön van, ott a közbiztonság is jobb a közbiztonság, mint máshol, hiszen akár az utcán börtönőrökkel, BV dolgozókkal lehet találkozni, akár a puszta elrettentő ereje is komoly egy ilyen létesítménynek. Tehát én örülök annak, hogy sikerült elérni, hogy Kunmadarasra kerüljön. Itt az önkormányzat nagyon talpra esett volt, hiszen olyan területet tudott felajánlani, olyan nagy területet a mezőgazdasági munkához, ami az önfenntartó börtönhöz kell, amelyet mások nem voltak képesek. Tehát tud élni az önkormányzat a reptérbatta lehetőségekkel, úgyhogy egyébként akár repülőtéri fejlesztés, vagy más irányú fejlesztés számára is maradt hely, hiszen itt mintegy 700 hektárról van szó, ebből a börtön egy 25 vagy 40 hektárt foglal el, ez a jövő kérdése, és hát ezek a telepek is azért a területnek egy kis részét veszik igénybe. Tehát én szerintem ez egy helyes irány, és látszik azt, hogy Kunmadarason a református templom tetőzete megújult, a városháza felújítása zajlik, iskola felújítás, egészségügyi létesítménynek a felújítása is folyamatban van. Ezeket a munkákat kell folytatni. Ehhez jön még egy munkahelyteremtés is, és akkor elmondhatjuk, hogy a település egészen szép fejlődési pályára állt. Reméljük, hogy még sok hasonló beruházással fogunk találkozni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Kovács Sándorral, a megyei közés elnökével, tisztatavi miniszteri megbízottal beszélgetünk. Hogyan tetszett a telep?
Nagyon örülök neki, ez egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen a közmunka most már egyre változatosabb, egyre sokrétűbb, és hát egy olyan szegmensét fogták meg a mezőgazdaságnak, ami itt a Nagykunságban mindenképpen hozzánk közel áll, hiszen kevés olyan ember van Kunmadarason, Karcagon, itt a Nagykunságban, aki ne szeretne a birkahúst. De emellett én azt gondolom, hogy az állattartásnak egy nagyon munka és tudásigényes ágazatába kezdtek bele a kunmadarasiak, amihez én csak gratulálni tudok. Én azt gondolom, hogy a fejlődés, a továbblépés szempontjából nagyon jó az, hogyha nagyon sokan dolgozhatnak itt a közmunkában, az állattenyésztésben. És ezt meg is tanulhatják, hiszen ha valaki megtanulja itt a közmunkaprogramban a juhtartást, a juhtenyésztést, akár otthon gazdálkodóként, háztáji gazdálkodásban ezt tudja folytatni. Hiszen nem csak munkát kell adni az itt lévő emberek, hanem tudást is. Olyan tudást, amit gyakorlatban tudnak hasznosítani, amivel akár később tudnak is boldogulni. Én azért örülök nagyon ennek a kezdeményezésnek, és azt látom, hogy itt a környéken és akár egész Magyarországon egyre több ilyen típusú munka lesz, ami nem ugyan juhászat, de olyan termelő ág, ami igazából piaci igényeket tud kielégíteni. Reméljük, hogy sikeres lesz, és azért itt megerősítve önt is az előbb, ahogy jöttünk, itt végig megnézték az állományt. Ön is mondta, meg mások is mondták, hogy ki hogy nyúzza a birkát, tehát itt rögtön szakmáztak egy kicsit. Igen, azért mondtam, hogy itt az itteni emberek szívéhez közel áll a birka, a birka hús, a birka pörkölt, és mindenki szinte már meg tudja élő formában is meg tudja állapítani, hogy melyiket érdemes levágni, melyiket nem, melyik birkának lesz jó pörköltje. És én annak örülök, hogy igazából egy kicsit már kiveszőfélbe lett a birka, a juhtartás itt a környéken, és azt gondolom, hogy ahogy láttam az emberek, az itt dolgozók arcán is, örülnek a munkanelehetőségnek, örülnek annak a lehetőségnek, hogy értelmes, hasznosítható, akár a közmunkán kívül a civil életükben is hasznosítható tudásra tesznek szert, és biztonságot nyújt. Biztonságot a megélhetés szempontjából, és biztonságot nyújt a településen megmaradás szempontjából is. És hát hallottuk polgármester úrtól, hogy lesz folytatás, úgyhogy azt gondolom, hogy találkozunk még több alkalommal itt. Így van, bízunk benne, mert 250 birka a tenyészetben ez még kevés, hiszen ennél jóval többet szoktunk levágni a Karcagi Birkafőző Fesztiválon. Én azt gondolom, hogy akár egy 1000-es állományra felbővíthető ez a jutelep, és akkor igazából nem csak hasznos, hanem gazdaságos is lesz. Így legyen. Köszönjük szépen. Köszönöm én is a lehetőséget. Nagy szeretettel köszöntöm én is a meghívott vendégeinket és kedves kollégákat a mai rendezvényen, mint ahogy a színpadon látszik is, nem csak a juhtenyésztéssel, hanem ugye az ASZKISZ polgáló növénytermesztéssel is foglalkozunk. Próbáltuk bemutatni a termékeinket, hát ugye visszanyúltunk a gyökerekhez, amihez talán ősapáink is értettek, fölművelés, állattenyésztés. Ezt szeretnénk bemutatni egy kis videóval, illetve a kilátással is. Az ünnepség megnyitására felkérném a Szolnok megyei közgyűlési elnökét, hogy pohárköszöntőt mondjon, azt követően pedig felkérném a lelkész urat, Kazakas Lászlót, hogy egy asztali áldást adjon el. Sándor. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én mindig ki szoktam javítani, mert Jász Nagykun Szolnok. És a Szolnok csak ott van a végén, mint egy kis farkinca. Én is köszöntöm a kedves kunmadarasiakat, miniszter urat, Fazekas Sándor miniszter urat,
Góba László polgármester urat, polgármester asszonyokat, polgármester urat a környék településeiről, és nagy öröm ez számomra, hiszen mindenki, aki itt él a nagykunságban, annak, hogyha birkát nevelnek, akár egy juteleben jár, előbb-utóbb eszébe jut, hogy hol is van ennek a vége. Nem a laktanya kapujánál, hanem a birka pörkölnél. És minden kunsági embernek ez egy ünnep. Ez egy ünnep, amikor birka pörköl kerül az asztalra, és ez a mai nap is ünnep. Hiszen Kunmadaras egy nagyot lépett előre. Mert nagyon szép dolog az, ha a közintézmények megújulnak. Ha jön a nagy beruházás is Kunmadarasra. De nagy ünnep azért is, mert Kunmadaras egy olyan útra lépett, egy olyan útra tért vissza, amin a kunmadarasiak ősei évszázadokon keresztül jártak. Hiszen mindenki tudja, és mindenki tudta Kunmadarasról, hogy Kunmadaras egy gazdag település volt. 100, 200, 300 évvel ezelőtt egy híresen gazdag település volt. És a kunmadarasiak most úgy érzik, hogy Kunmadaras szegény, Kunmadaroson kevés a lehetőség. Rá kell nézni a községházára, rá kell nézni az iskolára, rá kell nézni a templomra, a református templomra. Ezt a kunmadarasiak építették. Ezt szegény kunmadarasiak nem tudták volna felépíteni. Csak a gazdag, jómódú, mezőgazdaságban élő kunmadarasiak építették. És újból rátalált Kunmadaras arra az útra, amely évszázadokon keresztül az itt élőknek a munkát, a gazdaságot, a megélhetést tudta biztosítani. Itt vannak a termények, itt vannak a mezőgazdasági termények, itt van az állattartótelep, a jutelep. Újból meg kell tanulni, hogy kell bánni az állatokkal, újból meg kell tanulni nagyon sokaknak, hogy hogy kell a szántóföldi, a kerti növényekkel bánni, de az út jó. Az út olyan, amin már őseink jártak, ami megélhetést, gazdaságot fog biztosítani Kunmadarasnak. Én kívánom önöknek, mindenkinek, hogy ezen az úton tudjanak haladni, és Kunmadaras olyan erős, olyan gazdag virágzó település legyen, ahol mindenki a családjának, gyermekeinek, unokáinak biztos megélhetést tud biztosítani. Ez a nap egy indulópont volt, és biztos vagyok abban, hogy több ilyen napot is fogunk együtt ünnepelni, lehet, hogy nem ilyen nagy örömmel, mert egy krumpliföld terménybe betakarítása nem olyan nagy öröm, mint egy birkapörkölt elvégződő jutalep átadása, de mindenképpen az is ilyen fontos lesz. Én kívánok önöknek, hogy sok munkájuk, és a sok munkából jó megélhetésük legyen, és a természetesen nagyon jó étvágyat. Köszönöm. Tisztelt egyenlőtek! Csatlakozom én is Jászmatyfú Szolnok megye közgyűlése elnöke, Kovács Sándor elnök úr szavaihoz és jó kívánságaihoz. Én is köszöntök mindenkit, aki a főasztal mellett ül, miniszter urat, polgármestereket, helyhatósági képviselőket. Köszöntöm a jelenlévőket, intézményvezetőket, vállalkozókat és azokat, elsősorban a TBSS-re gondolok, annak minden vezetőjét és tevékeny munkatársát, akiknek köszönhetjük ezt a mai estét. Ugyanis jó volt megérkezni, sajnálom, hogy elkésztem elfogadtságom miatt nem lettem ott kint jelen, de jó volt megérkezni a birka szagból a birka illatba. Most pedig mindenkinek mielőtt jó étvágyat kívánunk, azt kérem csöndesen. Jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál kérünk. Adjad Uram, hogy jó lessék, Isten neve dicsértessék. Ámen. Jó étvágyat és kellemes estét kívánunk. Góba László polgármester úrral már a művelési házban beszélgettünk, ahol egy kiállítás nyílt abból a termékekből, amelyet idén megtermeltek. Gondolta volna, hogy ilyen sikeres lesz az idei év? Hát sejtettük, tehát már a tervezésnél ez mindig úgy néz ki, hogy minden évben előre tervezünk, tehát jövő héten megyünk Szolnokra, és a következő évi start közmunkaprogramot tervezzük.
ezeket úgynevezett tervtárgyalások, ahol elmondja az irányító hatóság, hogy miket szeretne, hogy mi hajtsunk végre, és mi is elmondjuk, hogy nekünk a helyi adottságainknak mi az, ami megfelelő. Itt elhangzott egy számodat, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy 500-an vettek részt Kunmadarason idén közmunkában. Ez a korábbi évekhez képest is jelentős szám, én úgy emlékszem. Igen, 500-an vettek részt összesen, de a repülőtér területén nem ennyien dolgoztak. Ott durván egy olyan 200 fő dolgozott, tehát változó létszámmal. Ezekben benne vannak azok is az 500 főbe, akik iskolai programba vettek részt, képzésben részesültek, vagy a hagyományos közmunkaprogramba dolgoztak. Tehát ez a 500 fős létszám az egész évi létszámunk. A ma átadott jutelep egyébként hány dolgozónak biztosít munkát? Tehát maga a jutelep az nem csak a juhokkal foglalkozik, mert ugye a juhoknak a takarmányt is megtermeljük, tehát a önkormányzat földjein, tehát a mezőgazdasági termelés más részeibe is nyerünk ezáltal ugye betekintést, és így durván egy olyan 170 főnek ad munkát. Ez egy, tényleg egy nagyon szép szám. Itt elmondta, hogy újabb pályázatuk volt sikeres, tehát folytatódik a program őshonos baromfikkal. Mi a következő terv, amit esetleg elárulhat? Igen, tehát ez a Start közmunka program, ugye ez a belügyminisztérium támogatásával valósul meg, viszont nézzünk más pályázatokat is, és ugye a Földművelésügyi Minisztérium felhívására jelentkeztünk, egy úgynevezett tanyafejlesztési programra, és itt őshonos tyúkokat vállaltunk volna tartani. Nyertünk is, szerencsésen, tehát jó pályázatot adtunk be, 10 millió forintot nyertünk. Akkor itt mutatta, hogy melyek lesznek azok az épületek, amelyeket átalakítanak, de itt szó volt arról is, hogy esetleg egy halastavat is szeretnének, tehát akkor vannak már több évre előremutató elképzeléseik. Így van, tehát a terület kiválasztásánál, ahová a jutartó telepet építettük fel, ott van lehetőségünk, hogy más őshonos állatokat is tartsunk, tehát ez lesz a baromfi, szeretnénk szarvasmarhát, szeretnénk egyéb jószágokat is tartani, és természetesen van ott egy halastó, amit ki kellene takarítani, és abba is szeretnénk egy úgynevezett hobbi halászatot létrehozni. Hát akkor én azt gondolom, hogy sok-sok pályázat van még erre szükség, de reméljük, hogy sikeresek lesznek, és akkor visszajövünk majd, és beszámolunk arról is. Köszönöm szépen!